Házi őrizetben van Mark Tarabella korrupció miatt, mégis Magyarország ellen szavazott Brüsszelben az EP képviselő. A belga politikust nemrég engedték ki a börtönből, ahol kétes ügyletei miatt ült. A brüsszeli korrupciós botrány gyanúsítottja szabadlábra kerülve amellett szavazott, hogy megfosszák hazánkat a soros elnökségtől. Mark Tarabellát azzal vádolják, hogy legalább 140 ezer eurót, átszámítva 48 millió forintot fogadott el Antonio Panzeri egykori szocialista olasz európai parlamenti képviselőtől, hogy a testületben jobb színben tüntesse fel Katárt. Vendégem pedig a stúdióban Gyöngyösi Márton, a Jobbik konzervatívok elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mit gondol erről a botrányról, hogy egy korrupció miatt elítélt politikus szavaz arról, hogy Magyarország korrupt? Rendben van ez ön szerint? Hát valóban furcsa, és kérdéseket vet fel az, hogy egy valóban az Európai Parlamentnek a legnagyobb korrupciós botránya közepette x hónap börtönbüntetés után Mark Tarabella, és úgy hallom, most már Eva Kaili is szabadon sétál, és bejöhetnek akár szavazni is. Én, ha jól értelmezem, bár nem követem napról napra az ő ügyüket, meg a bírósági eljárás, de ha jól értem, akkor most szabadlábon védekeznek addig, amíg az ügy véget nem ér. Azért Magyarországgal szemben, vagy Magyarországgal ellentétben azért az mégiscsak egy fontos tény, amit fontos leszögezni, hogy az Európai Parlamentben a korrupciót azt üldözik, és büntetőeljárás alá vonják a korrupciót. Igen, ezt a belga rendőrség derítette föl, nem az Európai Parlament. Hát az Európai Parlament az nem egy bíróság, és nem egy nyomozó szerv. Az Európai Parlament az viszont megtette a szükséges lépéseket, egyből visszaengedte ezeket a tagokat szavazni. Az lehet, én bőven kiegyeznék abba, hogyha Magyarországon a büntetőeljárások meg az ügyészség az úgy működne, mint Brüsszelben, és mondjuk... Ön szerint jól működik Brüsszelben? Sok-sok fideszes az szabadlábon védekezhetne. De ön szerint akkor jól működik ez Brüsszelben? Most ne ragudjon, már a magyar parlamentben ott kerülgettünk olyan embereket, akik ellen vádemelés volt meg tehát hogy azért itt Magyarországon is bőven voltak olyanok, hogy bejártak a parlamentbe úgy a fideszes képviselők, hogy ilyen milliárdos csalásokkal vádolták meg őket, és eljárás volt velük szemben. Az előző ciklusban emlékszem, talán 3 is volt egy adott időben. Úgyhogy ez úgy tűnik, hogy van ilyen. Szerintem is szomorú. Sokkal jobb lenne, hogyha Mark Tarabella nem járna be a parlamentbe, nem venné fel a fizetését, és nem szavazgatna semmiről sem. De a védelmében, mert hogy Brüsszelből érkeztem ide a stúdióba egyenesen, mert hogy ott voltam én is ott ezen a szavazáson, nem Mark Tarabella volt az egyetlen, aki ugye nem Magyarországgal szemben, hanem az Orbán kormánnyal, az Orbán kormányt elítélően szavazott. Kétharmada az Európai Parlamentnek megszavazta azt a határozatot. Ön viszont nem szavazta meg, azt mondta, hogy jogsértő mahináció ez az EP határozat, és ön ott az egyetlen magyar ellenzéki képviselő, aki nemmel szavazott. Miért? Én úgy gondolom, hogyha Magyarországon valaki 13 évig küzd azért, hogy ne legyenek személyre szabott törvények, akkor el kell utasítani a személyre szabott törvénykezést akkor is, hogyha az Orbán Viktorról szól. Én úgy gondolom, hogy Magyarország az Európai Uniónak a tagja, és az alapszerződésben rögzített jog, mi szerint Magyarország jogosult bizonyos Európai Uniós forrásokra, és Magyarország megfelelő időközönként 6 hónapig elláthatja az Európai Unió soros elnökségét, akkor ez a jog jár. Tehát ez nem az Európai Parlamentnek, ebben nincs kompetenciája. Akkor miért gondolja az Európai Parlament, hogy van kompetencia? Miért indulnak újra meg újra ezek a politikai támadások ön szerint? Nézd, az Európai Parlamentnek ebben nincsen kompetenciája, tehát nem az Európai Parlament dönt arról, hogy melyik ország tarthatja meg az Európai Unió soros. Akkor miért csinálják ezeket a határozatokat? Miért hozzák ezeket a határozatokat? Ez egy határozati javaslat, ugye egy parlament az egy független, ugye megválasztott képviselők, a magyar parlamentben is határozati javaslatokat bármelyik frakció kezdeményezhet, beterjeszthet a plénum elé, és azok általában elég tágan értelmezett dolgok. Tehát ilyeneket lehet csinálni, meg lehet tenni, de szerintem azért érdemes, és ezt el is mondtam a felszólalásomban, hogy az Orbán rendszer az nem a holdról pottyant ide, hanem 13. éve épül ki.
mindazon jogállamiság elleni lépésekkel, mindazon korrupcióval, amit ismerünk, és amit joggal kritizál az Európai Unió, csak hogy 13 éven keresztül az Európai Unió asszisztálása és félrenézése mellett jött létre az a rendszer, amivel most nem tudnak mit kezdeni. Tehát jó lett volna, hogyha már akkor, amikor a Jobbik konzervatívok mondta hosszú-hosszú évekkel ezelőtt, akkor tettek volna valamit azért, hogy megállítsák ezt a folyamatot, mert most már valóban nagyon nehéz a szellemet vissza tuszkolni. Akkor ön szerint az Európai Parlament vagy az Európai Bizottság jogosan tartja vissza az uniós forrásokat, ugye a Covid helyreállítási alapokból jogosan tartja vissza azokat a pénzeket, amelyek jog szerint, amit ön is említett, járna Magyarországnak? Ez rendben van? Én úgy gondolom, hogyha az Európai Uniós intézmények annyi energiát fektetnek az ilyen típusú kreatív jogalkotásba, vagy véleményformálásba, mint amilyen ez a mai dokumentum is volt, akkor igazán megtalálhatnák az útját annak, hogy az Orbáni rendszert megkerülve az Európai Uniós forrásokat eljuttassák az önkormányzatokhoz, a magyar családokhoz, vagy a kis- és középvállalkozásokhoz közvetlenül. Ennek megvan a módja, ennek megvan a lehetősége, ugye ez a rendszer most is létezik, ezt ki kéne bővíteni, és ennek meg kellene találni a módját. És akkor a pénz az meg is... Hát most is egy önkormányzat az közvetlenül pályázhat az Európai Unióhoz, egy vállalkozás ugyanezt megteheti, ennek a körét kell bővíteni, és a forrásokat el kell juttatni Magyarországra, mert ez Magyarországnak jár. Ugye csak akkor, amikor erről a kérdésről beszélünk, akkor elfelejtjük azt, hogy Orbán Viktor és az ő oligarchái, azok kétségtelen, hogy magyarok, de ők nem Magyarországot képezik le. Ez a pénz ez nem Orbánnak, a vejének, meg a gyerekkori haverjának és gázszerelőjének jár, hanem ez a magyar embereknek jár. Tehát a magyar emberekhez juttassa el az Európai Unió az oligarchákat. És de akkor az ön értelmezésében ezt az uniós forrásokat kizárólag Mészáros Lőrinc és Orbán Viktor veje kapja meg, és ő költi el? Vagy, mert hogyha az ön szavait értelmezem, vagy próbálom értelmezni, akkor ezt, mintha ezt mondaná, hogy csak ez a két ember kapja meg az uniós forrásokat. Hát nem csak ez a kettő, még hosszan lehetne sorolni a orbáni klient, de azért, hogyha megnézzük azt, hogy Mészáros Lőrincnek a több száz milliárd forintos vagyona, vagy Tiborcz István több száz milliárdos vagyona miből keletkezett, hát kizárólag közbeszerzésekből, tehát az Orbán Viktor által irányított állami újraelosztásból, és ezt még hosszan-hosszan lehetne sorolni, tehát itten Garancsi Istvántól még nem tudom én meddig el lehetne jutni, csak az valószínűleg túlfeszíteni a műsoridőt. Ez egy nemzetinek hazudott oligarchia és klientúra, de az állami újraelosztás révén, és az Európai Uniós forrásoknak haveri zsebekbe juttatása révén ennek kellene gátat szabni, és az Európai Uniónak megtalálni a módját annak, hogy ez hogyan jusson el a magyar emberekhez. És mi a helyzet ön szerint ezzel meg kell fosztani a Soros elnökség jogától Magyarországot? Ez politikai támadás ugyanúgy, vagy van ennek bármi jogi alapja? Hát ugye a mai nap kiderült, hogy azért nem mindentől írtózik az orbáni rendszer, ami Soros, tehát a Soros uniós elnökség az igenis hiányzik neki. Ez a Soros uniós elnökség megtartása az egy alapszerződésben rögzített jog. Magyarországnak ez jár, mint ahogy minden egyes tagállamnak jár, és ez egy nagyon-nagyon fontos jog, amivel egy tagállam élhet, meg élnie kell azért, hogy ezen 6 hónapnyi időszak alatt meghatározza azokat a prioritásokat, ami számára fontos, és koordinálja az Európai Tanácsnak a munkáját. És ez Magyarország számára is egy elképesztő presztízsveszteséget jelentene, hogyha ettől a jogától megfosztanák, ugyanis bőséges a tára azoknak a témáknak, azoknak a prioritásoknak, amiért Magyarországnak küzdenie kellene. Mint például? Végighallgattam. Hát például a bérfelzárkóztatás, ugye én itt végighallgattam ugye a költségvetés kapcsán itt a Banai államtitkár úrnak a győzelmi jelentését. Magyarország a bérek tekintetében, a reálbérek tekintetében leszakadóban van, és hiába számolunk bele minden közmunkást a munkavállalóknak a sorában, Magyarországon a foglalkoztatással is probléma van, ugyanis akkor nem Kazasztánból, meg Vietnámból, meg Mongóliából kellene vendégmunkásokat betelepíteni Magyarországra, hogy dolgozzanak a gyárainkban, és nem menekülne minden fiatal
nyugati irányba ebből az országból elfelé. Én azért ismerek olyan fiatalt, aki nem menekül nyugati irányba, jó, de mondjuk, de hogyha megnézzük a vendégmunkások számát. Az elmúlt 13 évben mégis közel 1 millió honfitársunk hagyta el ezt az országot, azért, mert úgy érezte, hogy a kormánya nem képes a saját jövőjéről gondoskodni a saját hazájában. Ennél szomorúbb tény nem létezik egy ország számára, amikor a tehetséges fiataljai hagyják el ezt az országot, és keresik a boldogulásukat valahol külföldön. Remélhetőleg vissza fognak térni. És ezért szomorú az, hogyha megfosztják Magyarországot az Európai Unió soros elnökségtől, mert ezt a témát kellene oda bevinni. Innen fogjuk folytatni, elnök úr, köszönöm szépen. Én köszönöm a lehetőséget.